Árpádházi Szent Erzsébetre hivatkoznak úgy is országszerte, mint a Magyar Teréz anyára. Az adakozó szent ünnepét Magyarországon november 19-én ünneplik. Tolnán azonban hagyomány, hogy az ünnepnap előtt egy saját megemlékezést is rendeznek, és természetesen ilyenkor is adakoznak, mondja a település plébánosa Ravas Csaba. Van egy karitás csoportunk, és azt kell mondanom, hogy egy olyan karitás csoport, ami egy egészen aktív, élő arca az egyháznak, és személy szerint is a karitás csoportnak a példaképe, vagy így is mondhatom, védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet, az az adakozó szentünk, akit azt gondolom nyugodtan mondhatunk a Magyar Teréz anyának is. Talán ez a Teréz anya személye is vannak, akiknek beugrik, hogy ki volt, mi volt. És szeretnénk mi is így külön is megünnepelni azzal, hogy egy ünnepi mise van. Ennek a mise keretében mindig személy szerint, mint ennek a plébániának a vezetője, megköszönöm azoknak a több elköteleződő tagunknak, karitásztagnak, vagy éppen önkéntesnek, akik olykor-olykor, amikor ráérnek, és ami munka van, abban besegítenek, és jönnek. Az ő idejüket, helytállásukat, azt, hogy plusz energiával is rendelkeznek, a közjó és a közösség javára. A tolnai katolikusok karitasza túlmutat az egyház keretein. Ravas Csaba szerint ez azért jó, mert így több olyan rászorulót találnak meg adományaikkal, akiknek tudnak adni valami olyat, ami elengedhetetlen a mindennapi élethez. Nyilván, amikor karitászról is beszélünk, ez már túlmutat azért a templom falain, vagy a plébániai falakon, hiszen város felé is nyitottak vagyunk, éppen a perifériák felé is eljutva. Perifériák alatt pedig rászoruló, szegény, bajban lévő embereket értem, vagy éppen családokat. És azt kell mondanom, hogy Caritas csoportunknak már messze túl van azon, hogy csak ruhákat gyűjt, vagy csak élelmiszereket karácsony környékén. Van, akiknek éppen tüzelőt vásárolunk, vagy éppen kályhát. Néha azt is meg kell nézni, hogy hiába adunk tüzelőt, nincs kályha. Szóval sok minden szükség van, amiben próbálunk szemünkkel is látni, de a szívünket is megnyitva, afelé, hogy amennyire van lehetőségünk, akkor ez így működhessen. Azoknak, akik ilyenkor elmennek szentmisére, Erzsébet cipót süttetnek a tolnaiak. Ahogy a többi adakozás, ez is kinőtte a templom és a Caritas Egyesület kereteit. Így azoknak is adakozhattak a hívek, akik esetleg már nem tudnak elmenni a templomba. Süttettünk úgynevezett cipókat, Erzsébet cipókat. Misének majd a vége felé ezeket is megáldom, és ezeket is szeretnénk majd kiosztani, nem csak azoknak, akik jelen vannak, nyilván ők is részesülnek, de szoktunk vinni például a helyi idősek otthonába olyan emberek közé, akik már nem tudnak eljönni ide a templomba, annak idején ezt megtették, amíg bírták, és osztjuk ezt a megáldott kenyeret. Jó étvágyat is kívánva hozzá, nyilván ez erre szolgál, hogy megegyük. Ez is a kenyér egyfajta egységnek a jelképe. Megint csak a templom falakon kívülre tudunk elrugaszkodni ezzel, és azt gondolom, hogy egy gesztus talán annál is több tud lenni, hogy egy megáldott kenyeret ajándékozunk embereknek.
A világon a 17. századtól ünneplik Szent Erzsébetet. Magyarországon ilyenkor több helyen kenyérosztással emlékeznek meg a szegényeket támogató szentről.